Súlyos sérüléssel végződő durva ütközés a női futsal NB1-ben két élcsapat játékosai között. A Félegyházi Astrabusz játékosa Bernard Csilla úgy találta telibe az BME focistáját, Molnár Sáska Ildikót, hogy arc- és orrcsöntörést szenvedett a kiváló játékos. A bírók akkor továbbot intettek, de az MLS aztán egy hónapos eltiltást rót ki a vétkesre. Itt van velünk a telefonnál a szenvedő fél, Molnár Sáska Ildikó, a stúdiumban pedig a BME futsalosok elnöke Huszár Viktor, tehát a klubelnök, velük beszéljük most meg a helyzetet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ildikó itt van velünk a vonalban? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hadd kérdezzem először, hogy hogy van most? Hát most már sokkal jobban. Köszönöm szépen, körülményekhez képest. Amikor ez az ütközés történt a mérkőzésen, akkor rögtön egy, ott a helyszínen egyértelműnek érezte a szándékosságot? Nem, én nagyon sokáig még védtem a Csillát, hiszen ütközések mindig vannak a focipályán, és akkor még azt gondoltam, hogy nem, csak aztán jóval később derült ki számomra is, hogy egyértelműen látva a videót, egyértelműen szándékos volt, és az elég sokkoló is volt. Hát bizony, gondolom, hogy akkor önben azért düh és harag is felhalmozódott. Hát ez így nem teljesen, tehát nem is a düh meg a harag, hanem nem is tudom jól megfogalmazni, hogy pontosan mit éreztem akkor. Uh-huh. Egy ilyen tehetetlenséget, hogy ilyen megtörténhet futsal pályán, ez nagyon... Tehát ilyenek nem szabadna előfordulnia soha. Uh-huh. Na most ez előfordult, és ilyenkor azért még menteni a menthetőt, ilyenkor következhet, én gondolom, valami fajta, hát a másik fél részéről valami fajta összeomlás meg bocsánatkérés. Na ezzel hogy állunk? Hát igen, ez egy másik fájó pont, mert én nagyon sokáig vártam a Csillának a jelentkezését, és sajnos csak egy héttel később jelentkezett, ráadásul egy futsal meccs után, tehát ő már túl volt még egy futsal meccsen, és így nem tudtam eldönteni, hogy igazából szívből jött, vagy pedig külső nyomásra jött ez a bocsánatkérés. Én remélem, hogy tényleg szívből, és igazából ő se tudott a sokkal mit kezdeni, hogy ezt okozta, ezt a balesetet. De tényleg nagyon jó lett volna, hogyha akkor rögtön megpróbál kapcsolatot teremteni velem, és érdeklődik az állapotom felől. Nagyon sokat segített volna lelkileg is. Na most, hogy ez nem történt meg, és utána jött azért ez a telefon, ő elismerte a vétkességét, és igazából valamilyen módon ez bocsánatkérésnek volt nevezhető, ez a telefonbeszélgetés? Hát bocsánatkérésnek igen, de az elismerés az nem teljesen, tehát hogy ő úgy érezte, hogy ő a labdát akarta megjátszani, és azért történt az ütközés. Uh-huh. Ildikó, maradjon itt velünk, mert közben Viktorral is beszélgetünk egy kicsit. Viktor, ennyire durva sport Magyarországon a női futsal? Nem, pont a... Szóval ez nem volt benne a levegőben? Ne, hát abszolút, hát a futsal maga, ha belegondolunk, csak tiszta játékidőről szól, hogy itt nincs olyan, hogy az emberek azért dobják fel magukat, hogy színészkedjenek. Ez pont egy tiszta sport kellene, hogy legyen. Nem, sőt, a női futsal abszolút nem kellene, hogy ilyen durva legyen. Ezt többször el is mondtuk, hogy sajnos néha a játékosok rosszul fordítják le a határozottságot. A kellő határozottság itt Magyarországon valamiért a durvaságban, meg a brutalitásban tud átmenni. Amikor ezt megnéztétek, meg nyilván gondolkodtatok rajta, hogy mi történt, tehát a játék hevében, de mégis mi történt, mi visz rá valakit arra, hogy ennyire durván viselkedjen, akkor mire jutottatok? Egy fiatal játékosról van szó Bernard Csilla esetében. Ez mi, lezserkedés, egy nem törődöm helyzetbe való beleállás? Szóval szerinted mi? Nyilván fiatal játékos, csak ugye az nem mentség sok esetben, persze. Tehát azért ő egy felnőtt ember. Mi nem Csilla, meg nem az Astra ellen lépünk itt fel. Mi azt szeretnénk, hogy a játékvezetők is elgondolkodjanak, hogy egy ilyen mérkőzés miként juthatott el egy ilyen szintre, hogy 6-1-es vezetésnél a hazai játékos tényleg ilyen meggondolatlan, indokolatlan belépőt tesz. Ez az egyik, amin sokáig gondolkodtunk, de mai napig nem találtunk rá választ, hogy miért tehette ezt. Az, hogy a játékos a játék hevében odalép, persze, csak itt egyértelmű a helyzet, hogy a labdát nem nézi. Szóval mi azt szeretnénk csak elérni, hogy,
hogy mind a játékosok, mind a játékvezetők egyszerűen figyeljenek oda, az emberek testi épségénél nem lehet más fontosabb. A mi csapatunk tényleg, hogy mondjuk az intelligens foci csapat, tanárnők vannak, tanárok, kémikusok, és nem szeretnénk az, hogy... Hát nem akarjátok ezt vérre menővé tenni. Persze. Hiába, ez egy első osztályú bajnoki végzés, de akkor se vérre kell, hogy menjen. Az egészségnél semmi sem fontosabb, és ha valamit mondtok, akkor tényleg tücsinek is a fejében a tudását, az szó szerint arra próbálunk a legjobban vigyázni, de mondom, érthetetlen. Az, hogy a játékvezetők ezután játékvezetői labdával folytatták, tehát ők ezt nem látták szándékosnak, ők ezt nem is látták. Előtte, amit műveltek, hogy a mérkőzésben nem tudtak úgy belenyúlni, na igen, ezt is szeretnénk, hogyha ha egy kicsit jobban átgondolna az MLS is. Erről beszéltetek már, vagy sikerült, vagy lehet beszélni MLS-szel, játékvezetői bizottsággal? Mi jeleztük, nyilván az MLS-nek a játékvezetői bizottsága majd megnézi, meg ők is azt gondolom, hogy a sajtó miatt is ezt a döntést meghozták, hiszen hivatalosan a játékvezetők ezt nem is jelezték a jegyzőkönyvben, semmi nem történt, ment tovább a játék. Mi beküldtük az MLS-nek, de mondom, nem azért, hogy az Astrát vagy Csillát büntessük, hanem hogy picit felhívjuk a figyelmét a többi csapatnak is, a többi játékosnak is, és az MLS-nek is, hogy azért egy női futszálmeccsen, hát emberek, gondoljunk bele, mi történt, arccsonttörés, fog kiesve, hát ilyen a világon nincs. De itt megtörtént. Igen, és közben azért ezt megkérdezzük. Ildikó itt van velünk akkor? Igen. Itt na hát az, hogy ez a bizonyos gyógyulás, ez hol tart most? Hát még legalább egy hónapig mondjuk nem rághatok. Az arcomat egyelőre, a fél arcomat nem érzem egyáltalán. Tehát olyan, mint hogyha zsibbadna folyamatosan egy fogászati kezelés után. Úgyhogy éjszakánként új fáj, de azért már lelkileg legalább alakulok. Azt persze még nem tudom, hogy a labdával hogy állok, tehát hogy menni fog-e újra a játék, de sokan támogatnak ebben, úgyhogy remélem, hogy lelkileg is majd. A suliban már vinni kell a vonalat, a kötelezettségeket? Hát szerencsére őszi szünet van, mert pont ez, hogy még a fogamhoz hozzá se nyúlhattak, mert amíg ugye a számban is lett egy nagy vágás, mert azon keresztül is, meg a szemem alatt is vágtak, és azok a műtétnek még egy kicsit, hát el kell tenni egy kis idő, hogy egyáltalán hozzá lehessen nyúlni a fogakhoz, ugyanis a fogaim se állnak egyelőre jól. Uh-huh. Na most, de az előbb, mintha éreztem volna szavából, hogy egy kicsit azért még hezitált az a sérülés, mintha érthető módon egy kicsit elvette a kedvét a futszaltól? Hát az az igazság, hogy nekem már 20 évet csinálom, tehát és ilyen balesetem még nem volt. Én nekem az egyik szerelmem a foci, de igen, tehát lelkileg nem tudom, hogy tényleg oda tudok-e majd állni úgy, ahogy én szeretném. De azért szeretném folytatni, csak nem tudom, hogy lelkileg fog-e menni olyan szinten, mint korábban. Hát persze, ez majd nyilván a közösség is kell, Viktor. Hát igen. Meg én tényleg azt gondolom, hogy a futszál szabályi nagyon jól lettek kitalálva, tehát elvileg, hogyha a bírók topon vannak, akkor nagyon sok olyan szabály van a futszálban, ami elősegíti azt, hogy ilyenek ne történhessenek meg. Világos, hát és akkor nem ezen kell gondolkodni, hogy az ember sérülés veszély miatt abba hagyja. Rá kell beszélni akkor ezek szerint Ildikót. Lesz-e elég erő akkor a társaságban ehhez? Hát azt gondolom, hogy a mi közösségünk az pont arról szól, hogy hogyan tudjuk egymást támogatni bajban is, meg sikerekben is, és hát Tücsinek a gyógyulása az első, és minden téren, amiben tudunk, a közösség mögötte van, illetve hát ő a motorja a csapatnak. Sajnos amióta szó szerint kiütötték a játékból, 4 vereséget szenvedett a női csapatunk, gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nem csak a... És itt nem egy sereghajtó csapatról van szó, hogyha ránézzük a tabellára. Tehát azért a lányokat is nagyon megfogta ez a sérülés, hát gondoljuk bele, hogy a csapat szívét szó szerint így kiszedték, és hát ezt végignézni, kórházba menni, ez nem könnyű senkinek, de mi fel fogunk állni, a mi csapatunk arról szól, hogy hogyan tudunk nehéz helyzetben is összefogni, férfiak, nők együtt, mi nagyon sokat beszéltünk erről, hogy ebből is mi, ha valaki van, akkor mi ki fogunk jól jönni belőle. Viktor, per nem lesz ebből a dologból? Nem tervezünk pert, az igazság, hogy
hogy sokan mondták, de ez nekünk nem arról szól, hogy mi most Csillát börtönbe juttassuk. Hát ez egy abszolút extrém helyzet lenne. Sokan írták, hogy ez, ha az utcán csinálja, hát akkor 2 évet kap. Nem, mi azt szeretnénk csak elérni, hogy Csilla is, és a többiek is gondolkodjanak el, mert itt maradandó sérülések vannak. Ebből a szempontból neked az asztrások vezetőivel, tehát vezető a vezetővel? Semmilyen szinten nem beszélgettem. Én egyszer telefonáltam, de azt hiszem, hogy az is már talán valamilyen szinten nem is kellett volna, hogy én hívjam őket. Nem. Ők nem. Pedig azért onnan se ártalan, nem? Egy telefon. Ha ilyen fordított esetben, de egyébként szándékosan sose, de ha véletlen ilyen fordított esetben történne, az első dolog lenne, hogy biztosítsam a másik csapatot. Igen. Ildikó, utolsó kérdésem. Egy személyes találkozás vagy egy szembenézés, akkor még itt hátra van? Hát igen, tehát még nem találkoztam vele azóta személyesen, de én azért remélem, hogy rendeződni fog a kapcsolat, mert én sem szeretném, hogyha elhúzódna ez az egész, és feszültségek lennének. Tényleg a csapat az abszolút mellettem áll a BME egész csapat, a fiúk, lányok, ez nagy segítség, de nem akarom azt, hogy bármilyen bármilyen ellenségeskedés lenne a csapatok között, mert ez eddig nem volt jellemző a női futszálra. Ildikó, gyógyulást. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, gyógyulást és hát visszatérést mindenképpen, szóval azért itten szükség lesz még, ahogy Viktor Szabajos kivettem a csapat szívére, és hát akkor én kívánom, hogy rendeződjön ez a helyzet normálisan, megbeszélve azért idővel, hogyha egy elsőre nem is sikerült. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én köszönöm.